A számítástechnika a világon robbanásszerűen a 50-es évek végén, 60-as évek elején kezdett fejlődni, terjedni, és 60-as évek közepétől pedig már a társadalom és a gazdaság informatizálásáról esett a legfejlettebb országokba szó, tehát arról, hogy a gazdasági és társadalmi életbe a számítástechnika oly módon hatol be, hogy a fejlődésével annak a folyamatait és bizonyos mértékben a kapcsolódásait befolyásolja, és ezen az alapon át is súlyozza. A számítástechnikára a magyar műszer és bizonyos mértékig a magyar közgazdászok a 60-as évek közepén figyeltek fel nagyobb tömegben, hogy úgy mondjam, és szélesebben, de akkor az itthoni bevezetése, elterjesztése az még mindig a ilyen előítéleteknek a következtében, és a meg nem értés, hozzá nem értés, még fokozhatnám, hogy a tudatlanság következtében is, hát nem volt lehetséges. Még csak ott tartottunk, hogy megpróbáltuk az OMFB-ben egy néhány szakember és a különböző intézetekben, Magyar Tudományos Akadémián és meglehetősen ritkán különböző minisztériumokban levő szakembereken keresztül a gazdaság irányításnak fölhívni a figyelmét arra, hogy itt már a legfejlettebb országokban egy erőteljes változás, hogy azt az elcsépelt szót használjam, egy forradalmi változás következett be, és itthon még föl se ébredtünk arra, hogy ezt észrevegyük.